Bár a múlt hétvégén még tartottak Szentmisét a Bélatéri katolikus templomban, a koronavírus miatt bevezetett intézkedések az egyházakat is elérték. A hétvégétől nem tartanak szentmisét a római katolikus templomban, mondta Petkó Tamás plébános, aki szerint ez az intézkedés rossz hatással van az egyházi életre. Szerintem rosszabb hatással van, mint hogy az eddig meghozott intézkedések az egyházi életre, biztos lesznek ennek jó gyümölcse is ahogy az áldozásnál is volt, aki már sírva mondta, hogy nem veheti a nyelvére az oltári szentséget, ez nagyon meghatározta az ő szentségi életét. Tehát vannak ilyen nagyon fájdalmas mondok, ez most azt hiszem az egyik legfájdalmasabb. A szexárdi református gyülekezet sem tart istentiszteleteket a koronavírus elterjedésének megelőzése miatt. A gyülekezet lelkésze azt mondja, a személyes találkozások helyett az interneten élőben fogják közvetíteni az istentiszteleteket gyülekezetünknek honlapja ugyan nincs, de van egy közösségi oldala, amelyeken a hirdetéseket is rendszeresen megjelenítjük. Az ige hirdetésre mi lelkészek úgy is készülünk, az igei táplálékot igyekszünk megadni a gyülekezeti tagjainknak. Egyrészt ezeken az online felületeken lesz elérhető, aki pedig nem járatos ezeken, ki is tudjuk nyomtatni az ige hirdetés vázlatait, vagy magukat az ige hirdetés szövegét. Az evangélikus gyülekezet tagjai sem járhatnak Isten tiszteletre, helyette ők is online hittanórákkal, felolvasásokkal gyakorolhatják hitüket. Sefcsik Zoltán lelkész szerint ez azért is fontos, mert a gyülekezet tagjai óvják egymás egészségét. Az idős gyülekezeti tagok egészségének megőrzése érdekében a fiatalabbak segítik idősebb társaikat. A gyülekezetben lévő időseknek ne kelljen kimozdulni, egy közös bevásárlás, már egy bevásárlást igyekszünk szervezni, házhoz szállítani élelmeket, ott, ahol esetleg ez nehezen megoldható. Ha pedig adódik intézni való döntési helyzet, vagy más adminisztrációs kötelezettség, az egyrészt én, másrészt a presbitérium körémélben tudjuk rendezni. A koronavírus terjedésének megállítása érdekében mindhárom szexárdi felekezet vezetője arra kéri híveit, hogy csak akkor mozduljanak ki, mikor nagyon szükséges, valamint figyeljenek az egyházi közösségek idős tagjaira.